Jó van, akkor most rózsaszín kör végén nem azért a feladatot megcsinálni. Igen. Ügyesek voltunk, hogy ideig eljutottunk. Na, na. Simogatja a nyerge. I'm sexy and I know it. Olyan, mint Lajos bácsi töri tanárom. Te, aznak nagy pocakja van, bajszos, magas, és így ül és simogatja a saját lábát. Ám, mondom. Remélem. Villámos. Villámos! Tudom, Liza, tudom. Ahogy viszont Alex és a druidák... De miért szőrén ül a Ahogy viszont Alex és a druidák is... Tehát nem sokat tehetünk, menj már innen! Várunk és meglátjuk, hogy a druidák sikerrel járnak el a tervek megvalósítása. Muszáj sikerülni a tervek. De mi van, ha túl sokáig tart? Jó, elbeszélgettek, de inkább mehetnénk? Akkor a saját kezünkbe veszik az irányítást. Abban biztos lehet. Egyet értek. Itt vagyok. Hello! Hintegessük, tehát gyorsan nyomjuk a kezdéskor. Egyet értek. Akár, hogy is itt az idő. Hogy nézed? Hello! Dick! Hello! Melsmáron jöttünk el. Na, akár is itt az idő a tervezés, és előkészül, amíg az ellenségre azt tettél szövegeti. Amikor lecsapnak, felkészülnek kell lennünk, hogy keményen, határozottan vághassunk vissza. Azaz, öreg, az a kantár, figyeld, az a kantár, az biztos, hogy te abba ott a... Várj, az előbb így felment a nyakába. Megfutja. Tudni akarjuk, ha Darkor vagy a sötét lovasok tesztek. Megint mit csinál? Bármi gyanúsat. A legrosszabb, ami történhet, az, hogy megnyitják a sötét ünnepséget. Júj, lesz ott sok sötét koktél, meg sötét süti, meg... Szítjük az uralmat felettük. Ez pedig mindkét világ összeomlását vezethet. A Pandória ez nem érdekel, de ez azért nem menjen tönkre, mert túl sokat fizettünk mára. Vagy történhetnek még ennél is szörnyűbb dolgok. Ezért ez az, amit Fritz és a druidák megpróbálnak megtudni. Ha többet megtudunk a druid, majd a druidáktól, akkor talán te... A druidák is meg akarják tudni, de majd tőlük kell megtudni. Akkor talán tehetünk valamit, de addig is marad megfigyelés és várakozás. Most eleget várakoztunk már erre a felére, már mikor tavaly nyáron. Ja, most van január. Az előző nyár előtti nyáron csináltam a Lizás felét. Eleget várakoztunk szerintem másfél év. Figyelmeztetünk mindenkit és cselekszünk, ha valami szokatlan történne. Ez a csaj biztos vagy benne, hogy itt akar szállni, mert te ornak a seggébe. Ő és az ügynökei, a csikos mókusok és a többiek magas készültségi szinten munkálkodnak. Azok ember csak mókus ruhába tudni. Azonnal tájékoztattak minket, ha van. Érdekeset találnak. Linda arra gondolta, hogy te leszel az összekötünk. A könyvtárba fog ülni és élvezi a dolgot, nem csinál semmit. Könyvtárból, ahol támogatni próbáld a druidákat a szövegek elemzésében. Nem tudom, hol volt a kezem. Neked fogunk jelenteni, Linda, te pedig foglalkozz a szövetekkel. Amik a bornnek a fordítása megfejtés a druidáknak óriási szükség lenne. Ok? Ok. Ja. Oké, megbeszéltük! Itt leszek a könyvekkel, és átveszem a jelentésüket, és számon tartom azt, hogy a kezem a levegőben támaszkodik. Tegnapi rendeket mindig tudni fogom, ki hol van éppen. Oké, ezt meglátjuk. Fogok futkozni minden fejét, ugye? Az a fej. Na, én Vanda, és te Alex, kint leszünk a terepen, igaz? Terepelő! Tegyünk terepezni! Az van, igen! Remek! És ezt mondta remek! Akkor hajrá, kezdjük! Készen állunk. Tökéletes dráma ízé. Várjál, miről is volt szó? Bocs, elaludtam. NR 42 tökéletes lesz számodra. Onnan jól rálátás a vízre és megfigyelted. Onnan jól meglátás a vízre és ha hány ígéret lesz, akkor oda hányjad. Ha akarsz huszikálni, látod. Meg láthatod a hattyukat ott a vízen, meg ilyesmi. Ha valaki eladja a rákkor közepes méretű hóját, ami leesne, mint felénk tart. Azonnal ford látni, ha valaki nudistán fürdik a stranda. Szóval neked is távcsöved. Bocsánat, hogy nem vagyok felkészülve mindenre. Porszívom van, az nem jó? Mondd, hogy nem vettétek el a porszívót. A porszívó az enyém. Megfigyelő kémkedéshez óriás szükség lesz egyre. Kölcsön vehet el az enyémet, ha szeretnél, nekem több is van. Persze, csak arra vágyok, hogy a te... Oké, a porszívót nem vették el. Tessék, ezt vett kölcsön, amíg szükséged lesz rá, bizony a hasznodra válik meg. De ez ronda! Hogy nézd meg? Homály! Nézd egy rúnak így. Ide terme. Lepottyant a fáról. Mert innen tényleg sok mindent fogok látni. Látod, egy szét nagy víz. De jó. A bokor.
Nézzük a bokrot. Bokrot. Aha! Ott a Darkornak a... Darkor... De nem füst. Ütött füst. Figyeljük egész nap! Szóval, hát történik valami. 2 months later. Minden nap majd figyelgessem. És mondjam vissza Alexhez, mi? Beszélgessük a semmivel, mert az egy tök jó. Oh, hogy holnap van? Segítség, segítség, vasztok! Nincsen! Nincs. Fulladj meg! Fulladj bele a bokorba! Megerőszakolja a bokor. Mit csinál veled a bokor? Az a nagy nem baj, ez egy kis... Mi az a szonyi? Mondtad ide ez a... Hangjában. Csóri. Rossz volt a tegnapi szilveszteri buli? Szegény, nézd meg. Figyelj, segítünk a pajodon! Örökét, örök nyugalomba helyezünk! Szaros lett a gatyája, beszart. Segítség, ó, te kedves barátom, szemben vagy. Milyen jól látni téged. Aj, ennyire fáj a fejem, és mindenhol. Tudod, meséljem el. Ne, csak meséltem. Szipok, ó, lövagó. Nem érdekel, nem érdekel. De a runakő biztos elé termett és lelökte. A runakő hirtelen bele, megrúgta meg. Hol a lovam és a sisakom? Nem tudom. Eddig se hordtál sisakot, kussolj! Yeah. Hol lehet a lovam? Sisak nem volt rajtam. Hol a lovam és a sisakom? Sisak nem volt rajtam. Eddig örök. Jó. Sose többé nem fogok sisak nélkül lovagolni. Legközelebb. Sisak nélkül látod. Yeah. Melyik runakő ijesztettek bennünket? Na. Kikapcsolódott az élem. Ott a strand szélénél, az amelyik úgy néz, mint az összes többi buta unnakő. Vizsgáld meg, de utána azért visszajössz, sem tesznek a nyerni. De hogy csak... Figyelj, adok neked egy kis detoxot, az mindent megold. Sokkal szarúbbul leszel tőle. Cipar! Egyet értesz azzal, hogy valami nem stimlál runakővel, különös buta runakő. Igen, ennek különösebb logikai IQ szintje van, mint a többinek. Többinek kettő, ennek meg egy. Így van, már szatyornak készül. Megtehetnéd, hogy elviszed gyengélkedőre egy arlahelybe, sőt egyedül nem tudjuk oda menni. Hogy eltaláltad, hogy nem? Nem inném, hogy súlyosan megsérültem, de sosem lehet tudni. Hát a kinézetedből kiindulva, szerintem inkább csak részeg vagy. Yeah. Jobb lesz, ha az állatorvos megvizsgál. Aha, hogy az állatorvos, igen. Nem csodálom, hogy az állatorvos szeretnéd. És megalapítja, hogy el kell mennem a kórházba. Följöttek a lovadról, és elbevagolhatnánk Jameshez? Pici. Nem. Várja. Jarlaheimbe. Na jó. Pedig részeket nem hordokam. De szokja hozzá. Ma jobban is néz ki. Ma jobban néző ki. Ó, jaj, értem! Hoztam egy állatot. De szóval állatorvos néni hozta magának egy ilyen különleges élőlényt, amelyik még nem tudom eldönteni, mi a jó túró, de azt hiszem, hogy részem. Viszont szerintem azt szerencsésen mondtam, hogy különböző agyrázkódással elbúztam. A semmi probléma. Az állatorvos megalapította. Köszönöm, hogy elvittél az állatorvoshoz. Aha, most menjek el, bará... Oh, a fő kérdés, hogy hogy került Sonja Hallowswoodból. Izébe. Mi ez a sok ember, kérem szépen? Hallowswoodból padokra.
előfordul. Oda teleportál. Oda vitte a Daisy. Szia Linda! Hello! Szia Cica! Éppen az őrség írásokat tanulmányozok. Ó, értem. Megbeszéltük. Szóval, de erről Alexa kéne beszélget, mert ő azt mondja, időnként szokott beszélgetni a runakkal. Értem! Értem, beszélget velük! Valamiféle druida dolog, valamilyen mérést végezni, bizony többet tud mondani a runak különleges viselkedésére. Nem tudom, mit jelent Alexa, kéne beszélni. Erre még beszéljek veled! Nem tudom, hol van éppen Alexa, értem szerint nincs szerepem. Nézd meg az Istenbe a kérdezősködj körbe, hát ha valaki tud róla van. Tuti, ott kell állni, ahol hagytam. Ha nem ott áll, akkor megdádázzuk. Hogy mertél elmenni az izédről, a helyedről? Mi egy hamar. Nem láttam már egy ideje. Senki sem látta, de azért fél perce még ott van. Jujci! Creepy! Da-da-da! Da-da-da! Next-et keresed? Nem! Nem úgy! Téged keresed! Hey. Nem akarok itt aludni. Nem akarok itt veled, persze! Hát, te itt akarsz aludni? Szól velem ma is. Ja, igen, persze. Alex, igen. Mint ha ismerném, tudod. Alex anyukával, anyukával találkozik. Nem azt kell mondanom. A muterra találkozik a bevásárló központban. Jó, még már is a busza ment, de nem is elég biztos megtalált a kávézóba. És nem tudom, sokat láttuk anyát, ezért jobb, ha tudod, nem egyszerű eset. Mindig kölcsön akar kérni, ami pedig nem megy, nem igaz? A lovat is vitte magával, vajon? Nem vagy cicc? Jujci. Hello. Gondoltam ide jövök. Hadd üljek le! Úristen. Magának valami problémái vannak, hölgyem. Szerintem maga egyszerűen csak alkoholist. Szonya még mindig... Ne Szonyánál még ő is durván. Ha lehet. Szerintem is valami probléma van vele. Ja, ez a klac is fér rá. Ott melltartó pantja is kilátszik. Tötkó is. Valami problémája van ennek a nőnek. Szerinted is? Komoly gondja. Komoly gondok, kakis. Női problémák. Meggyöltek. Jaj, mit csináljak, használj. Hoppá, beleállt. Ne aggódjon. Majd hátulról fedezem. Ne aggódjon, hátulról fedezem. Hallagszok, hogy ülött, mint a kis jó magam. Anna, üdvözlök, anya, ő itt a... Buslekodós anyukában. Nem mondom. Magam tudok rá sérte. Várj egy picit. Nem sokan elvégezzünk ki, még csak egy pillanat, mindjárt jövök. De anya, gondolj, mint ilyenekre mondtam már. Senki sem törődik be. Mozog a szája! Nem csupán agyod vagyok, hanem még rossz anya is. Hát, hogy vakargatod a kézet, nem fog megváltozni. De ez legalább kinyitja a száját! Meg pislog. Meg mozog. Meg vakarja a fejét. Biztos te is. Bolhás. Meg kéne most. Meg kéne most. Mindjárt szarul leszek. Ide fogok hagyni. Jaj. Ó, a runakövek, igen, mérni szoktam őket. Sajnos az óvostában nem igazán értem rá most azonban. Elég aktuális lenne méréseket végezni ezek szerint. Méréseket a runakövekkel, mert ezek lenne elég annyira aktív a Pandoria. Még a szállamokat a városok és a Pandoria is van a világok között. Ezek roppant fontos információk függnek és a intézőzőnek.
Szóval most menjek el, mérjen meg azt a valamit, de azt menjek el volebe, aztán mi orlába, persze, csicska, hopp, hopp! Na csak már annyira ráérünk, hogy menjünk plazázni. Valami nem stimmel. Valaki javítsa már meg a próbafülkét. Nem baj, rá. Ez mi az? De ez egy... Grrrr. Ez szép. Olyan gyönyörű vagyok benne. Na. Meg is jöttünk. Aiden fényével utazol, Vanda. Hát én inkább... Figyelj, láttam, hogy Aiden fényével utazol, Vanda. Hát én igazadiból lovasszájtóval utaztam, de ha te ezt Aiden fényének gondolod, hát jó. Mi szél hozott erre, kedves barátom? A nyugati. Igazából az is a lovaskocsi volt, aki idehozott. Az idő is tér összehava, minden csendes örök mozgásban van. A külön kezd szerint. Elemér! Szia, Frippikém! Jaj, most ki tudok ide jönni, ügynélkül, hogy elkezdenének itt szóval. Szia! Nem érdekelsz? Pandóriába! Mégse! Nem gondoltam magam. Érted, azt hittem, mintha halhatatlan. Azt hittem, mintha halhatatlan vagyok. Az vagyok. Az mi? Mi van ideig? Nézd, már csillagok vannak az égen. Csillagok! Csillagok! Mondjátok el nekem! A fiatalod valami nem stimmel. Ez így is van. Az a lényeg stabil. Kevés az időnk, ami elmúlt, nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár. Ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Ez jó megaszom, te döcsém! És mi a valós kirem? Mi nem? Mi vagyok én? Ha nem látod? Lovas, lányzó, kirem, agyon tapos téged, ha hülyeséget mondasz. Csillagból szövődött egy mintánát, lassan nem tagadhatok tovább. Tudod, ki vagy te? Nem. Mégis ki tud az ilyen kérdésekre felelni? Én igen. Ott a nevem, olvasd el bal oldalt felül. Azzal fogok agyon csapni, amíg egyszer mondja hülyeséget. Egyszerűbb adnom egyet, mint elmagyarázni, miért nem szabadna adnom. Úgy is láttam az idővonaladon. Facebookot olvasgatsz, hogy mi? Készen az? Nem! Lóhát? Aha, fussunk neki! Gyerünk, Phantom! Nyomjuk oda egyfolytára. Ezt egy pálcát. Na gyere csak ide, szép! Hoppá, az leesik ugye. Szóval van, de most már van egy ilyen saját runa pálcát. Légy óvatos vele, menjen úgy, akkor Alex megtanít rá, hogy mérheted aktivitást. Vagy holnap kell távoznak az unat, holnap, tegnap, mind ugye az egymásban folynak a napok. Egy ilyen mazuzad. Ez milyen állat szerint? Mókus. Csikos mókus, csikok, nék. Ja, meg kék. Kék színű mókus. Úgyhogy én nem emlom. Megesik. Pocok. Tudod, a legerősebb állat. A macska az úton, túl van a dolgod, és nélküle száll az idő.